Legyen élvezik itt a, igen, a bevonulás hát, adta. Ugye Gates megmondta, hogy minden zenét és minden táncot imád, úgyhogy ezt a kicsit modernebb muzsikát is látod szívesen. Igen. Jól érzi magát, hát ki kell élvezni. Elmondta ugye az első meccs utáni interjújában, hogy itt van a, ez a darts mekkája, az Ellipelli, ide eljutni egy óriási dolog volt számára, és ki akar élvezni minden pillanatát. Ez a Nentjeszelni mérkőzésen sikerült is, és utána is, és a közönség is mellett állt nagyon sokszor, amiben most nem vagyok biztos, hogy ugyanígy lesz egy angol ellen, de nyilván azért meg fogja kapni a megfelelő támogatást, ami általában a viszonylag gyengébbnek rangsorolt, vagy hát esélytelnebbnek mondott játékos, azért sokszor meg szokott kapni itt az Ellipelliben. Bunting viszont tényleg, ha magabiztos játékát tudja hozni, ami azért mostanában néha ingadozik, de a 2021-es VB-n volt elődöntős egyébként Bunting, szóval azért mindenképpen egy jobb játékosnak számít Bunting, úgyhogy Gates azért felkötheti a gatyót, és nem feltétlenül biztos, hogy a harmadik körben meg fog maradni. Gates kezd majd egyébként. Sincs még egymás elleni mérkőzés. Érdekes, hogy ugye Gates 3 győzelem, 2 vereség, a legutóbbi 5 meccsén hasonló. Írják, hogy 2018 óta idén van a legjobb győzelmi százaléka Buntingnak, 60% fölött a Pro Touron. Tehát ez az év azért egész jól megy neki. Na nézzük akkor, amerikai kezdés. Közben egy néző írja, hogy 12 grammos nyilakkal dobál Bunting, vagy elírták? Nem írták el. Bunting mindig is könnyű nyilakkal játszott alapvetően. Volt neki azt hiszem 11 grammos nyila is. Úgyhogy igen, ő nagyon könnyű nyilakkal játszik. Az ellentéte ugye Ryan Searle-nek, aki 32 grammos nyillal, és az óriási különbség, még ha 20 gram önmagában nem is tűnik olyan nagy különbségnek. Itt a darts nyilak esetében 2-3 grammos eltérés is óriási súlykülönbséget tud adni. Közben Gates gyönyörűen megy le, már 99 ponton van, megállt számolni egy picit, és lent is van 80 ponton. Ő hajlamos volt elszámolni magát. Igen, de most nagyon nagyon sokat fejlődött ebben a World Series óta, mert vagy megkérdezi a speakert, vagy visszanéz a... ahelyett, hogy azonnal dobna, visszanéz a kijelzőre, és elkezd számolgatni, úgyhogy ebben tényleg sokat fejlődött az elmúlt időszakban Gates. És ebben is, egy 80-ról azonnal kiszáll az első legben. És Begiség felé kimutat, ugye Danny Begisnek most nem maradt más, mint mai napra, meg hát ugye a VB-re is, hogy szurkoljon honfitársának, Leonard Gatesnek. És dob egy 180-at! Parádés kezdés. Nagyon jó hangulatban van, szokásos feeling. 60%-al kezd Bunting az első két körben, itt a második legben. A Gates korábban baseball játékos volt, ez erről Zoli mesélt, hiszen azért nyilván ebben jobban el van mélyülve. Profi, tehát az MLB-ben nem játszott ugyan, de alacsonyabb ligákban igen.
Az még egy tripla szerintem, bizonyám 140. Hátsó pályáról is hatalmas előnyben Leonard Gates. Bunting is lejön 134-jel, de előnyben van Gates. 124-es kiszálló, megvan a tripla. 14. Nem, rámegy a 48-ra, és a dupla 8! Uha! Azt a mindenit! Visszamosolygott. De nagyon élvezi. Csak aztán most a 122 jön. Megvan az első tripla. A második is dupla 7! És bedobja a 122-t Bunting! Ez jó meccs lesz, ha így megy tovább. Igen. Eddig kiválóan kiszálloznak. Na nézzük Gates-et, ott a tripla. Egy kicsit fönt. Az viszont jó, 140. Nagyon nagy a küzdelem. Közben érkezett egy nézői kérdés azzal kapcsolatban, hogy a dobótechnikával, hogy a kedves nézőnek folyamatosan jobbra eláll a szára és a tolla a hegyhez képest, ugye jobb irányba elcsavarodik a nyila, amikor beláll a táblába. Hát itt nyilván az lehet a probléma, hogy valószínűleg valamelyik ujjával megtolja a nyílnak az elejét, amikor eldobja valamelyik támasztó ujjal. Ugye általában a hüvelykúj és a mutató ujja az határozza meg a legjobban a dobást, és az irányba pedig befolyásoló lehet az összes többi támasztó nyíl. A legideálisabb egyébként, ha valaki két ujjal dob, ott a legkisebb a hibázási lehetőség, de erre nagyon kevesen képesek. Két ujja? Hát igen, mert ugye meg kell támasztanod azt a nyílt testet a többivel. A Taylor azért ebben nagy mágus volt. De igazándiból valószínűleg ott ilyen probléma lehet a kedves kérdezőnek. Jaj, de szép! Azt a egyre egyre viszi le magát. Parádés játék. 13 nyilas lehet Leonard Gatesnek a harmadik leg. Számolni kell, ez ugye... Hát ugye 102-re van igazából mindegy. Jó a tripla 20 is. Igen. 40. A harmadik nyillal Leonard Gates. Be is dobja. Megoldja a 14-kel. Hát ez zseniális. Nagyon nagy játékos. Nagyon jól játszik. 109,4-es átlagon. 100 fölötti átlagon van egyébként. Bunting is eddig 15 nyíl. 3 darab 5 körös érkezett. Most tripla nélkül marad kezdésből. Bunting sem tudott nagyon nagy értéket összeszedni itt az első áramnyilvon, és megint elszalad az ötösbe. Ez csak 55. Azért most hátsó pályán ott az esély, de az kéne a tripla. Nem jön lent sem. Megakad a tű egy picit. Sixty-three. 170-re tud lemenni Bunting. És Gatesnek van lehetőség, hogy két triplával egy
kedvezőbb kiszállót hozzon. Jó az első tripla. Másodikat fölé dobja, de nincs kiszálló kényszerben Bunting. Le tud-e menni 64-re? Le bizony, dob egy 140-et Gates. És a dupla 20 Buntingnak elrontja. No, hát elvihet az első szettet Gates 64-es kiszállóval. Kiszállózik, ahogy eddig. Egy nyila lesz. Dupla 20-ra. Igen, mert az a 8-asban nagyon a ment. Határon van, igen, a drótnál van, és az annyira vékony, hogy ilyen messziről... Ajjajjó! Nem most mi? Rácsapott a kezére. Megvan a dupla 10 Buntingnak, viszont Gates fog kezdeni a szettért. Ez nem volt egy túl jó leg. Le is rontott a picit az átlagukat, de... Lehet, hogy jön egy újabb adok-kapok. Hat van. Száznegyven. Az is 140. Na, itt nagyon, nagyon egyben és együtt vannak. Kiszállóra Gates, nézzük 262-ről Buntingot. Hátsó pályán, a tripla 18 nem, a tripla 20 kétszer igen. 138, gyönyörű dobás. 201-ről kell Gatesnek lejönnie, és minél lejjebb, mert Bunting már kiszálló közelben. És neki már van 100 fölötti kiszállója. Így van. 100. Steven, you acquire 124. Jó. Az is, és a bull. Ó, de közel volt. Most viszont 101-ről meg Gates oldhatja meg a szettért. Az jó, bull. 51 pontja van, bedobja a 11-es, és a szettér dupla 20. És bedobja a Lennard Gates egy 100 pluszossal, elviszi a szettet Gates back is, pedig nagyon örül neki. Na hát, jól kezdődik ez a mérkőzés, igazi nagy adok-kapok, és mind a ketten fönnmaradnak a színpadon, mi viszont elmegyünk egy kis szünetre. No, hát meglepetés, érik a meglepetés. Bunting lehet a harmadik kiemelt, aki búcsúzik. Azt nem tudjuk, de Lennard Gates mindesetre tényleg jogosan pályázik. Nem csak arra, hogy meglepetés embere legyen ennek a VB-nek, hanem hogy nagy közönség kedvence, bár talán azt már meg is nyerte azt a díjat. Mindesetre a játéka sem utolsó, 96,51-es átlaggal halad szépen a győzelem felé, és Buntingnak bizony meggyűlhet a baja. Itt a mérkőzésen persze egy szedből még nem feltétlenül lehet messze menő következtetéseket levonni, de Buntingnak ezt a szettet mindenképpen nyernie kell, hogyha szeretne tovább menni.
Közben jött egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy a játékosoknak, főleg MVG-nek a dobás közbeni testtartása miatt ez hosszú távon mennyire lehet káros, mármint az, hogy a fél oldalt előre dől dobás közben. Ugye erre van-e valami kompenzációs gyakorlat, ne legyen degeneratív elváltozás már, mint térd és derék tájékon. Hát ugye a derék, a hát és a térd problémák azért rendszeresek a darts játékosoknál. Láttunk például Robert Owent, aki lábgéppel játszott, de korábban ugye problémája volt ezzel Dimitri Vandenbergnek is, akinek porc problémái voltak a térdében. És hátfájdalmakkal, meg derékfájdalmakkal bizony elég sokan küzdenek a féloldalasság miatt. Hát van a kompenzációs gyakorlat, például szokott, van, aki a gyengébbik kezével is dob edzésen. Ez az egyik megoldás. A másik meg inkább az, amit bármennyire is hihetetlenül hangzik, de sokan használnak, kiegészítő sportokat, úszást vagy futást, még hogyha mondom még egyszer, nem is annyira látszik rajtuk. Természetesen nem annyit, 180. Tehát nem is annyit, amennyit egy labdarúgó, de valamilyen szinten a mozgást azt beszokták iktatni, vagy valami olyan tornát, amivel ezt az egyoldalasságot ellensúlyozni lehet, és kell is egyébként erre odafigyelni. Megvan a bull, és a dupla nyolc gyönyörűen megoldja az első leget, Bunting, ami 14 nyilas lett. Százassal kezd Gates, és jön rá a válasz is. Nyolcvanegy pont érkezik Gates-től. Hogy kérdezik is tőlünk, de igazából pontos okát azért annak, hogy lecserélte a bevonuló zenéjét Bunting. Erről csak annyit mondott, hogy már egy picit olyan, hát ugye nem azt mondom, hogy beleunt ebbe a Family Guy Peter Griffin szerepkörbe, még ha gyakorlatilag a hasonmása is, de nyilván azt mondta, hogy egy picit meg akarta változtatni ezt a dolgot, hogy beskatujázták. Az igen, hát ez tovább rendesen most. Igen. Az így teljesen rendben van, megy az adok-kapok. Negyedik körben 140-re, nincs kiszállója Gatesnek, de le tudja magát rakni 40-re, úgyhogy abban a helyzetben van Bunting, hogy ki kéne szállni a negyedik körben 121-ről. A tripla 20 megvan, a 11 az olyan, egy 8-as dob! Mekkora hiba! 40-et hagy ő is, de esélyt sem adott magának, hogy rádobjon duplára. Viszont jön a dupla 20, 1-1, 13 nyilas. Sokkal-sokkal jobban játszik Gates, mint Nentjes ellen. Tudott emelni a szinten. 97,56-os körátlagon Leonard Gates. 98,61 Bunting. 60%-os kiszálló az angolnál, és 57,1 az amerikainál. Zseniális találkozó. A bemelegítő dobásokat nem kezdheti el bárki, hanem az kezdi mindig, aki amúgy a mérkőzést is kezdeni fogja, aki megnyerte a burra dobást. Ez is kérdésként merült föl. Stephen, you require 141.
ott a 97. Szépen lement 44-re, és nincsen megoldás Gatesnek a duplára most. Nagyon fent ragadt, de 83, ami próbál esélyt adni magának. Szép. 2-1. Lényegében megoldja, és 2-1-re vezet. Aj, de szép játék ez most Buntingtól. 180! Ez hátsó pályáról csodálatos kezdés. Bunting gyönyörűen játszik, de Gatesről is csak szuperlatívuszokban lehet beszélni, mit teljesít. 101-77 Bunting átlaga. Most mellé dobta a tripla ötbe. 135. ról nézzük oldal, zseniális set átlag Buntingnál. 140-et bedob Gates, azért a biztonság kedvéért, hát ha lesz még esélye rádobni. Gyönyörű a 141-es kiszálló, a 9 nyilasnak a klasszik kiszállója, de végül nincs meg a dupla 12. Nem sikerült még a triplát dobni, de a bullal megoldhatja, és nem sikerül eltalálni. 54 után ugye sima 14, 42-t akar dobni, de itt most jön a dupla 3 a szettért, és nem találja el Bunting. Egyenlített Gates 25-ről. Nem találja el a dupla 8-at, ez most nagyon nagy hiba. Megvan az 1-es és a dupla 1. És meg a kiszálló Buntingnak. Döbbenetes. De közel volt ez is, és nem találja el a dupla, de lementek dupla egyre mind a ketten. Dupla egy csata. Hát ez elképesztő, hogy Bunting nem tudja lezárni a szettet. 12. nyilával rádobott a 24-re, és most már a 22. nyilnál jár Gates. És ő is besokal. Most jön Buntingnak a 22. nyíl. Na, kis Bunting. Igen, kis Bunting, igen. Bedobja! Kettő fölé, egyet bele, egy-egy az állás. No, hát, ezt kiizzadták. Rövid szünet, és jövünk vissza a befejezésre.
Hát nem sok híja volt, hogy Leonard Gates még nagyobb meglepetést okozzon, mint amit eddig okozott, hiszen voltak nyilai ahhoz, hogy a második szettet is el tudja vinni. Ehhez képest azért Bunting végül csak megoldotta a nehezét, és 93,2-es átlaggal teljesítve, lerontva a 28%-ra kiszállóját, Bunting behúzta a második szettet. Gates 91 fölötti átlagon van, úgyhogy van itt még szufla, jól bírja. Meglátjuk, hogy a folytatásban mi következik. Most kezdés Gates-től. Ha, 59-60-ra válasz. Itt most már jön a tripla. Jön még egy tripla. 140. 140. Az utolsó le 24 nyíl kellett. Ez kicsit kilóg a sorból. De érdekes, hogy csak 84 körüli volt az átlag a Gatesnek. Bunting ebből a szempontból azért kiegyensúlyozottabb volt az elsőt a második szett során. Ez kevés. Ből 4, illetve 18-ból 5 Gates és Bunting duplái, tehát kiszállói, közel azonos. 50%-ban ez ugye azt jelenti, hogy itt előre semmi nem dőlt el. Abszolút nem. Az előző kiszállott csata az pont egy figyelmeztető lehet ezzel kapcsolatban. De itt viszont jön egy zseniális kerekítés Bunting részéről, 32-re leteszi magát 171-jel. Ó, 135. Ez se rossz. De most Bunting kezében a lehetőség. Kidobja. Beljebb van, és ez már jó. Szépen ott a tollak fölött elmegy a nyíl. 1-0. A tripla 18. Jó a tripla Buntingnál, meg még egy. Csinálja most ezt, 180! Nagyon megdobta Bunting játékát az előző sikeres szett. Ennyit számít, hogyha valaki jól teljesít, és sikerül egy ilyen, hát ilyen lélekörlő duplát bedobni, mint a dupla egy. 91 ponttal lemegy 130-ra Bunting. Gates nagyon magasan. 2-0-ra vezethet az angol. Nem kísérletezett Bunting. 32-re leviszi magát. Viszonylag biztosan tudja megoldani a dupla 16-ot. Rá is dobhat erre. A 8. Oha. Ó, megint kezdő. Igen, a dupla probléma megint előugrik hirtelen. Abban nagyon nagyot romlott a játék. Megdobja a triplát.
Nagyon csúnyán arrébb megy. 80 pontot hagy magának Gates. 2-0. A kettőre. Hát ezt most gyakorolta. De nem elég ki, úgy látszik. És 80-ra jön Gates. No, hát lehet, hogy leadja ezt a leget, miközben 360 ponton volt Gates. De és bedobja bizony Lenard Gates. Hát itt a probléma. Hihetetlen. Ilyen leget bukott el Bunting. Lerakja magát 171-en 32-re, miközben 300 fölött van Gates, és utána nem száll ki egyszerűen 8-ból egy. Szedben duplák. 8, 52. Azért jött egy olyan kérdés, hogyha valaki a 22. nyilával a 8. körben, tehát a 8. kör első nyilával besokal kiszállózásnál, és utána a következő körben az első nyillal megdobja a duplát, akkor az 23 nyilasnak számít, vagy 25 nyilasnak. Ilyenkor nem számít, hogyha besokal egy játékos. Na, 180. Ez bejön egy 180, tehát nem számít, hogy besokalt a játékos az első nyilával, ugyanúgy hozzáadják az adott körnek a nyilait is a leghez, tehát az egy 25 nyilas leg lesz, hiába fizikailag nem dobta el, olyan, mint hogyha eldobta volna. Hogyha a 9. kör első nyilát dobja meg valaki, az 25 nyilas legnek számít, és az átlagokat is úgy számolják hozzá. Egyedül a dupla százaléknál nem számít, tehát ott csak egy nyilat fognak hozzáadni, egy sikertelen nyilat, ha valaki besokal az elsővel. És jön a 180. És de lehet, hogy későn, hiszen 100-ról oldhatja meg. 100-ról, igen, megoldhatja a 4. körben. Gates nem megy rá a dupla-duplára. Kell levisz, hát igen, csak most megint ott vagyunk, hogy mi van ha. De most nincs mi van ha. Mert nincs tripla. Na, de még egy 100-as bejöhet. De nem jön be. 60. 80 marad. Dupla 20-szal. 2-1 lehet. Ja, igen. De nem dobja be a duplát. Na, itt a lehetőség. Hallatszódott, hogy most nagyon elég. Igen, húha. Az ki is jött, igen. Sima. És a dupla. Hát ezt nem hiszem el komolyan. A nehezét valahogy megoldják. És a duplák azok most... Igen, nagyon... Olyan cserben hagyják őket. Duplágnál, és nem dob rá 10-re megint csak. Elég sűrűn inkább ezt a megoldást választja. De ezúttal sem jár sikere, megint leve egy dupla egyre. Egészen hihetetlen. Nagyon-nagyon elindult velük a lejtőn ez a dupla hullámvasút, és nem nagyon tudnak fele irányba elindulni egyikük sem. Nagyon sok nyilat használnak el a duplára mind a ketten. És itt, na itt például ugye hiába nem dobta az utolsó nyilat, ezt hozzáadják a nyílszámhoz mind a hármat, kivéve a kiszállózást, ott csak kettőt. Bunting viszont megoldja a dupla ötöt, és igen, erre nem nagyon tudja úgymond rázni az öklét. Negyven a válasz, az itt van a 21 és 23 százalék, hát ez azért nem túl erős egyiküknél sem. Ha ebben tud valamelyikük javulni, akkor meg lehet a meccs neki. Ninety-six.
60. Bunting most előnyre tehet szert, és elviheti a szettet. Bizony jól is kezd, de jól kezd. 139 elemegy 62-re. Százas dob Gates, lemegy 105-re. 62 Buntingnál. Ennél nagyobb előnyeket is leadott egyébként. És most se találja el a duplát. A Bull megvan, 55 pontja van. Megvan a 15-ös dupla 20, az egyenlítésért szettem belül. Ez nagyon aláment. Dupla 16 Buntingnak. Megint bedobja. Harmadik nyíl. A harmadik nyíl az, ami hozza a megoldást, és 2-1-re vezet. Hát, itt aztán van minimi. De cuki. Az előbb még a fejét fogta, aztán a sikeres dupla után természetesen megy az örömködés. 100-as kezdés Buntingtól. Nagyon nehezen tudja Bunting azt a esélyt érvényesíteni, amit adtak neki a meccs előtt. Adtam egyébként én is. És ennek legfőbb akadálya a duplázása. Láthatjuk az átlagokat. Százas érkezik Buntingtól. Negyven. Hoppá, ez egy nagy szektorhiba. Azért egy tripla ott van. Gatesnél is jön az egyes. Azért nagy mákja van egyébként, mert a sima 20-as dobott volna, akkor még kiszállóra sem megy le. Simán rávágta a tripla 20-asra. Még jó a tripla 18, de az nem jön. 110. Stephen, you require 110. 110-re, 90-re, az 54 megvan, és a dupla 18. Alá, megy. Dobja be. Leonard, you require 81. Nézzük a Bullt, és nem túl, de nagyon közel volt Gatesnek a Bull. Dupla 9. Bedobja. És egy nullára vezet. Tényleg nagyon-nagyon jól kezdődött a meccs. Bőven mind a ketten 100 fölötti átlagon.
100 körüli első 9 nyilag bőven, a kiszálló az ugye olyan, amilyen. Buntingnál megmaradt a 100 fölötti első 9 nyíl, de ez a 24%-os duplázás, ez nagyon rossz, és Gatesnél is borzasztóan leromlott a duplázás. 180-nal kezd közben Bunting, mindössze 19%-on dobja a kiszállót Leonard Gates. És ez volt a 300. 180 a világbajnokságon. Természetesen nem kezd 18-asra. Gates 302-nél. Nézzük, Bunting ennél nyilván taktikusabb lesz, így van, be is kezd a 18-ason, és utána innentől már kiszállóra tudja tenni magát. 138-al pedig 124-re le tud menni. Hátsó pályáról sokkal előnyösebb helyzetben Bunting. És most nem jön a tripla Leonard Gatesnek. Jaj, de gyönyörű dupla, 8 a 124-es, és megdobja Bunting. 2-0. Ezúttal elsőre jön az, amivel eddig a problémája volt. Magyarán a kiszálló. Most már kicsit kevesebb a mosoly Gatesnél, amit mondjuk nem csodálom, teszem hozzá. ...414-re jöhet Bunting. Nem sikerült triplát dobni a Gatesnek, úgyhogy ha most dob triplát Bunting, akkor azért lépést tett, új előnye lesz, így van, meg is csinálja a 100 pontot. Na nézd csak, most viszont betalál egy két triplával, 140. Van Beg is, aki most már így konszolidáltan tapsolgat csak. 140, az bizony 140, szerintem kiszálló, de közel kerül hozzá, és itt most nem jön a tripla, legalábbis az a tripla, aminek jönni kellene. Na, mi lesz belőle? 44 pont, 130-ra megy, de Gates még nagyon fönt van, most kéne jó, két tripla. Igen, már igen, igen, igen. És itt esély is van a két tripla. 5, majdnem ott van. 40. Ez azért nem rossz. 107 marad, már is ott van. A kés. A képzeletbeli kés. Bántitorkán, de az első tripla bejön. A második már nem, és a Bulli még jó lehetett volna. Az első meccsnyila meg volt Buntingnak, de sikertelen. 107-ről viszont ki kéne szállni a Gatesnek. 101-ről már sikerült egyszer. Most nem lesz kiszállója ebben a körben legalábbis. Hát igen, 87-ből 17 az egy komoly művelet. No, és akkor 25-re Bunting, újabb két mérkőzés jöhet az angolnál. Nem találja el. És már három meccsnyilat hibázott el Bunting. Volt olyan itt a VB-n, aki 6-ról is kikapott már. Ugye Richie Edhouse személyében. És megoldja a Gates természetesen az 52-t. Úgyhogy most is bejött a nagy előny, elúszott. A rossz kiszállózásnak köszönhetően az ellenfél
behúzta a leget. Ez az orr felhúzogatás, ez zseniális tényleg. Hát Bunting úgy látszik, azért csak megunta a dolgot. A tizedik 180 a mérkőzésen. Buntingnak a hetedik. Ez csak 81 így. Kevés. Ó, a leváltás az... Miért nem oda föl? Hát ezt nem értem. Még ezt az örömöt is elveszi. Éjfél tájt. 59. Újabb 100-zal 82-re megy le. Mit csinál magának? Késznek lesz erre is válasza. Tripla bent van. Hát igen, de ez kevés, nincs is kiszállón. 6 nyila van 82-re Buntingnak. Megint lesz egy meccs nyila. A negyedik. És ezt sem értékesíti, de még van 3 biztosan. Tudom, nagyok, hogy türelmesen odaér, és akkor... Lehet, hogy... Ja, de ugye vagyok, mert egy órával előre van. A nap első kiszállóra a hajt esetleg Bunting, de most múlt nálunk éjfél, de ott még csak 11 óra múlt el. Bedobja az dupla ötöt azért megoldja most már. Dupla öt. A sokadik mesnyilát értékesíti. Egy a boldogság. És Bunting örülhet. Azért Lennart Gates sem boldogtalan. Nagy buli lesz. Együtt táncolnak. Azért voltak itt komoly pillanatok, amikor egy picit feszültebbek voltak, de nem egymásra, hanem sokkal inkább magukra. Így aztán Bunting csak behúzta, és nem esett ki egy kiemelt megint a versenyből. Hát nagyon gyorsan szépen. Beszéljünk esetleg a holnapi programról, ahol délután Krzysztof Ratajski fog kezdeni Danny Jansennel, majd Ryan Searle is megjelenik, Adam Gavlas ellen, ugye a cseh fiatal ellen, majd Mensur Sujovic jön, Mike de Decker ellen, és a másik cseh barátunk, Karel Sedlacek is táblához áll, Dirk van Duivenbode ellen délután. De aztán este Gary Anderson, James Wade-et, Luke Humphreys-t is lehet látni, sőt, Wisse van der Fortot is. Így van. Úgyhogy azért jó mérkőzések lesznek. A mai nap során pedig King 3-2-re legyőzte Begist, Clemens 3-0-ra O'Connort, Fanger ugyancsak 3-0-ra Lou Williams-t, Steve Bunting pedig 3-1-re Leonard Gates ellen bizonyult jobbnak. Itt van a két főszereplő. Visszajövök én, hát persze. Igen, megígér. Spartans, ugye igen, a hátán van ugye a spártai sisak. És boldog karácsonyt kívántak neki. No. Meghallgatjuk most már, hogy maradtunk. Gratulál a mai naphoz, de... Obviously, 2 years ago, I got to semi-finals here. No Két crowd. Évvel ezelőtt, közönség nélkül voltam elődöntős. Kis nyomást helyeztem magamra ezzel, hogy a közönség előtt. Obviously, I've got Chizzy next round, so I've got to be up for that game. Yeah, we're looking forward to that. How would you assess your year so far? Because you've been pretty consistent about maybe lifting any trophies. How do you feel? No, definitely. I think I'm playing better than ever, to be honest. Even when I reach the semi-final here, I believe I'm a better player. But I've got a big task of Chizzy ahead. Ugye Chizzy-nál ellenjátszik. Igen, de ő azt mondja, hisz magában, és ugye ez egy jobb játékos lett. És az előtt gondolja, az minimum cél neki. Így van, így van. Hát mindenki azt kell megvédeni.
you can't afford nem, to do that, van. Especially against Chizzy, so I'll be ready for him. It's going to be a good match, that. I can't wait, and like I said, we're really good friends away from the hockey, but once we both step up on this stage, we both want to win. Well, we're really looking forward to that as well. So many congratulations tonight. We'll see you in a few days. Meglátjuk, van egy kis pihenő, jön a karácsony, lehet egy kicsit kikapcsolódni, de nyilván azért, hogy mondják ezt fél szemmel, vagy fél lábbal azért nem szabad ezt a szintet elhagyni. Nyilván az edzéseket és a gyakorlást ezt nem szabad ilyenkor elengedni. Itt láthatjuk, hogy Dave Csisznál, aki egyébként nagyon jó barátja, ugye Buntingnak, úgyhogy egymás ellen fognak majd játszani. Hát, itt pedig a mai eredmény lista. Délutáni és az esti. Lajos, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Kedves időnek is köszönöm a figyelmet. Én elköszönök most, és mindenkinek áldott békés és boldog karácsonyt, és jó pihenés, kedves ünnepeket kívánok. Mert valamikor a két ünnep között. Igen, holnap Medi, vissza, és Medi Laci, Medi Zoli, Laci visszatér, ez nagyon fontos, úgyhogy hála Istennek meggyógyult, úgyhogy holnap Medárdal és Lacival élvezhetik majd a következő játéknapot. Jó pihenést, jó éjszakát! Jó éjszakát! Viszontlátásra!